Jó estét kívánok! Május 1-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Tájékoztatás a központi és gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. Ismét bemutatkozhattak a város fiatal tehetségei. Új település német nemzetiségi kultúrája látogatott Tatára. Ünnepi horgászverseny zajlott a Cseke-tavon. Tájékoztatást tett közzé Tataváros önkormányzata honlapján a május 1-én életbe lépő változásokról, a központi orvosi ügyelet átszervezése, valamint a gyermekorvosi ügyelet ellátásáról. Ettől a naptól Komárom-Esztergom vármegyében is az országos mentőszolgálat működteti az ügyeleti alapellátást. Az Országos Mentőszolgálattól kapott információk alapján Tataváros önkormányzata tájékoztatja a tataiakat, hogy jelentősen átalakul a központi orvosi ügyeleti ellátás eddigi rendszere. Az ügyeleti alapellátást május 1-től Komárom-Esztergom vármegyében is az Országos Mentőszolgálat működteti. Az egységes ügyeleti telefonszám május 1-től a 1830-as. Az egységes betegközpontú rendszer két elemből áll majd, a házi orvosi ügyeleti ellátásból és a sürgősségi ügyeletből. A házi orvosi ügyeleti ellátás, a sürgős, a következő rendelési időig nem halasztható, orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett ellátás, hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén ünnepnapokon 8 és 14 óra között lesz elérhető Tatán. A házi orvosi ügyeleti ellátás helyszíne az Árpádházi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet új szakrendelői épületében lesz, a Hősök tere 2 szám alatt. A sürgősségi ügyeleti vagy mentőellátás az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémák esetére nyújt magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást. Hétköznap 22 óra és 8 óra között, hétvégén ünnepnapokon 14 és 8 óra között. A beteg 1830-as központi telefonszám hívásával szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, a vármegye bármely településén tartózkodjon is az ellátásra szoruló. A telefonszáma teljes ügyeleti időszakban hétköznap 16 és 8 óra között, hétvégén ünnepnapon egész nap hívható. A sürgősségi ügyelet személyes felkeresésére Esztergom, Kisbér és Tatabánya településeken hétköznap 22 óra és 8 óra között, hétvégén ünnepnapokon 14 óra és 8 óra között van lehetőség. A gyermekek ügyeleti ellátását a járásközponti ügyeleti pontokon, azok működési idejében, valamint a Tatabányai Kórház gyermekügyeletén hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén ünnepnapon 8 óra és 20 óra között végzik. A központi telefonszáma teljes ügyeleti időszakban, a gyermekek esetében is a 1830-as. Az Országos Mentőszolgálat menetirányítási rendszerével integrált irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek és felnőtt ellátásban is. Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon, beteg és minőségbiztosítási szempontból visszakövethetően az aktuális szakmai betegosztályozási irányelveknek megfelelően történik, így a betegek az egységes ügyeleti rendszerben gyorsabban kaphatják meg az állapotuknak megfelelő és szükséges ellátást. Az ügyeleti rendszer átszervezésével kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat mellett Tataváros önkormányzata is folyamatosan frissülő információkkal igyekszik minél szélesebb körű tájékoztatást adni a lakosságnak, írja a tata.hu. Idén is életre hívta a városi tehetséggálát Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata. A programon 100 tanuló kapott bemutatkozási lehetőséget a szakmai zsűri előtt, akik minden produkció után egy-egy építő jellegű értékelést fogalmaztak meg a fellépő csoportoknak. 9 produkció során 100 fiatal mutatkozhatott be a Városi Tehetséggálán április 28-án. Idén is a legtöbb tatai intézmény érdeklődését felkeltette a felhívás, így számos művészeti forma képviseltette magát a Perom Music Tehetséggondozó Központ színpadán. Azt lehet tudni egyébként, hogy a tatai városi tehetségek elég sokrétűek, hiszen a népzenétől, a könnyűzenéig, a tánctól, a
különböző műfajok kavalkádjáig szinte minden megvan, zeneiskolákból is van éppen elég szerintem, és azt gondoltuk, hogy az együttműködést és a partnerséget segíteni elő, hogyha a tehetséggálában a több műfaj, több iskola diákjai és pedagógusai találkoznának, talán előbb-utóbb érik egy olyan gondolat, hogy minél több összefogás jöjjön létre. Azt látjuk, hogy nagyon jól csinálják például a kórusok az együttműködéseket, hiszen ezeknek megvan a maga felülete, találkozója. Ugye most éppen Tata arra készül, hogy az énekkarokat fogadja. Ugye amikor arra gondolunk, hogy tánc, akkor annak is megvan a maga fesztiválja, és a néptánc keretein belül szinte az összes tatai táncos tud táncolni. Viszont a műfajok vegyítésében, a kreativitás növelésében ez a tehetség áll egyfajta lehetőség. A produkciókat egy háromfős zsűri értékelte, akik építő jellegű kritikákkal és inspiráló gondolatokkal motiválták a fiatalokat. Én nagyon fontosnak tartom ezt, és a saját egyesületemmel is szeretnék egy ilyen irányt elindítani. Nagy igény van rá a srácok vonaláról, tehát ahogy velük beszélgettem, nem csak a zenélésben szeretnék megmutatni, hogy miben jók ők, hanem tényleg, ami neki fekszik, ami neki jól működik, azt szeretnék megmutatni. Tavaly is egy ilyen rendezvényt láttunk, nagyon sokféle fellépő volt, tehát nem csak ének, hanem akár tánc, akár akrobatikus rock and roll versmondás céljából. Én nagyon várom az idejét is. Igyekszünk a pozitív dolgokat kiemelni, hogy mi az, amit tovább folytassanak, mi az, amerre menjenek tovább, tehát hogy inkább egy iránymutatást, egy útmutatást adni nekik, hogy ez így tök jó, minden jó, csak hogy menjetek tovább és csináljátok, minél több helyen mutassátok meg, tehát inkább egy ilyen vonal, amit szeretünk megfogni most. A program nem a versenyzés jegyében valósult meg, így minden fellépőt oklevéllel jutalmaztak a gála végén. 11. alkalommal hívta életre a Német Nemzetiségi Múzeum a Vendégségben a Múzeumban című programját. A kezdeményezés ez alkalommal Szomor községnek adott bemutatkozási lehetőséget. A település áprilisban az óvodás csoport előadásával érkezett Tatára, de már látogatható a helyszín kultúráját bemutató kiállítás is. Ismét új település nemzetiségi hagyományai mutatkoztak be a Német Nemzetiségi Múzeumban. Április utolsó pénteki napján Szomor község érkezett Tatára, hogy a Vendégségben a Múzeumban kezdeményezés részeként népszerűsítse a település kultúráját. A nagymúltú program minden alkalommal több hónapig biztosít helyszínt a különböző csoportok tárlatanyagainak megismerésére. A Vendégségben a Múzeumban programnak pont ez a lényege, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a települések önkéntesen jelentkeznek erre a programra. Igazából mi nem kiválasztjuk őket, hanem mindig, ahogy a 2011-jel elindult ez a folyamat, nincs olyan év, hogy valaki ne jelentkezne, hogy akkor a következő évben ő szeretne eljönni, és gyakorlatilag a múzeum ezt a zászlós hajóját képviselő programot végigcsinálja velünk egy 6 hónapon keresztül. És végre eljutottunk Szomorhoz is, nagyon vártuk már, mert hogy kollégánk is érkezett Szomorról, emiatt már több kis betekintést is láthattunk. A Szomorer táncgruppa már többször volt itt a múzeum udvarán, és csináltunk együtt sváb táncházat, tehát tényleg jól alakult a kapcsolatunk ezzel a közösséggel, és most a kiállításuk során is azt tapasztaltuk, hogy egy nagyon jó kis összetartó közösség alkotta meg ezt az ismét csak más kiállítást. Az ember azt gondolná, hogy hát miben különböznek egymástól valójában ezek a sváb települések, és igenis nagy különbségek vannak. Szomor szerencsés ebből a szempontból, hogy az ő tájházuk egy olyan ház, amit az utolsó időszakig használtak, ott éltek, és még ma is él a tulajdonos, aki még lakott és abban a házban nőtt fel. Minden tárgyáról van egy emléke, mindent meg tud osztani velünk, és ezek a kis emlékek tudtak bekerülni a kiállításba is, és azt hiszem, hogy ezzel ismét egy nagyon értékes tárlat jött létre. Szomor immáron a 11. település, aki részt vesz a Vendégségben a Múzeumban programon. A kezdeményezés sikere pedig a kapcsolatépítésnek és a német nemzetiségi hagyományok népszerűsítésének köszönhető. Nagyon örültünk neki, mert Szomor egy 1200 fős kis település, nagyon sok svábot kitelepítettek annak idején, már kevés van, és igazából nagyon örültünk annak, hogy megkaptuk ezt a felkérést, hogy egy kicsit bemutathatjuk Szomor értékeit, nemzetiségi hagyományainkat, kultúrát. Úgyhogy nagy örömmel fogadtuk ezt a felkérést. Most az óvodásaink fognak bemutatkozni, ők adnak egy kis műsort. Én, mint elnök, bemutatom a Szomori Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, hagyományainkról beszélek egy pár szót.
aztán egy óvoda helytörténeti kiállításról lesz egy előadás, úgyhogy ezek a témák lesznek most az első alkalommal, aztán még 4 alkalommal fogunk szerepelni. Szomor tehát még 4 alkalommal készül interaktív programmal, de a Tatai Múzeum kiállító tereiben bármikor megtekinthető a településre jellemző régi tárgyak és a 120 éves óvodatárlatanyaga. Ma tartotta meg ünnepi Szák Kupa versenyét a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület. A megméretetésre 42 nevezést fogadtak, nagy érdeklődés mellett a helyek mindössze 2 nap alatt elfogytak. Napsütéses idő virrat a horgászokra ma reggel a Cseke-tavon. Minden kijelölt hely foglalt volt a hagyományos május 1-i verseny alkalmából. A freestyle jellegű megmérettetésen a horgászmódszerre, csalira és etetőanyagra sincs korlátozás. Több szempontból is ünnepi ez az alkalom. Május 1-i horgászversenyre szoktuk időzíteni a néhai nagyhírű Kollár István Egyesületünk volt titkárának a családja, alapított egy emlékdíjat, illetve egy emlékversenyt. Ennek a díja is ezen a versenyen kerül átadásra. A versennyel kapcsolatosan megint csak örvendetes híreket tudok mesélni. Minden versenyünket, ugye az éves versenynaptárnak megfelelően, minden versenyünket pontosan 10 nappal a verseny előtt írjuk ki 12 órakor. És a következő nap este 8 órára 42 hely elkelt. Ez egyfajta elismerése is talán a tónak, a halálománynak, a szervezésnek, a versenyszínvonalának. Az Egyesület taglétszám tekintetében is folyamatosan növekedni tudott az elmúlt években, de a helyi horgászok számára ez az esztendő is kedvezően indult. Tavaly november 15-én 86 mázsa gyönyörű halat pontjállományt tudtunk telepíteni, 1,5 kilóstól 4 kilósig. Idén már sikerült 36 mázsa pontyot és 10 mázsa keszeget telepítenünk. Ez nagyon fontos. Ami örvendetes, ami szomorúsággal tölte, hogy a halak jobb szeretnek a vízben lenni, vízünk meg most éppen nagyon alacsony szinten van. Meg kell, hogy értsük a problémát, sajnos a gát szivárgása kapcsán kényszerhelyzet állt elő, le kellett engednünk a víz szintjét, annyira, hogy a gáton a nyomás, víznyomás lecsökkenjen. Ennek eredménye mostani alacsony vízszint, ami hát a verseny szempontjából sem túl előnyös. Reményeink szerint tekintettel arra, hogy az öreg tó már elérte azt a szintet, ahon mikor meg lehet kezdeni a szivattyúzást, reményeink szerint a nagyon közeljövőben sikerül elérnünk a Csekében is az üzemi vízszintet, vagy legalább ahhoz közeli állapotot. Az idei helyzettel kapcsolatban már tudok ugyancsak dicsekedni, nem baj, dicsekszem. Volt egy horgászversenyünk, ez a bizonyos húsvéti páros horgászverseny. Ugyancsak szép volt az eredmény, 800 kiló volt az összmennyiség durván, amennyit fogtak, volt olyan az első nyertes páros, 113 kiló alatt fogott, ami azt gondolom, hogy az alatt, a 6 óra alatt, amíg a verseny tartott, igencsak egy szép és elismerésre méltó eredmény. Idén is érvénybe lép a kerékpáros forgalom korlátozása az Öregtó partjának egy szakaszán. Ezzel kapcsolatban helyeztek ki figyelemfelkeltő tájékoztató táblákat korábban a helyszínen a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai, írja tata.hu. Ennek értelmében a hétvégéken pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig a Vízivágóhíd és a Fáklya utca közötti tóparti sétányon csak gyalogosan lehet közlekedni. A korlátozás szeptember 30-áig tart. A Tatai Helytörténeti Egyesület szervezésében a kapucinus templom alapkőletételének 280. és a ferences rend megalakulásának 800. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést rendeznek a kapucinus templomban május 7-én vasárnap 17 órától. A megemlékezést 18 órakor ünnepi szent mise követi. Hétfő esti híreink következnek egy-egy mondatban. Tájékoztatás a központi és gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. Ismét bemutatkozhattak a város fiatal tehetségei.
Új település német nemzetiségi kultúrája látogatott Tatára. Ünnepi horgászverseny zajlott a Cseke-tavon. Május 1-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!